Remek formában a legutóbbi 8 meccséből 7-et megnyerve zárta a rájátszást a Beac Újbuda kadét leány kosárlabda csapata, így az NKA Pécs együttese mögött a második helyen jutott be a közelgő országos döntőbe, amelynek úgy vághat neki, hogy az egyik legnagyobb esélyese a korosztályos bajnoki címnek. A kiváló szereplésben úgy szerepet vállal a csapat U16-os válogatott duója, Drahos Leila és Sauter Petra. Az irányítóként bevethető Drahos, Mészáros Vivien vezetőedzővel együtt tavaly nyáron Szegedről érkezett a fővárosiakhoz. Egyértelmű volt, hogy ha komolyabban szeretnék kosárlabdázni, akkor előbb-utóbb klubot kell majd váltanom, és erre tavaly nyáron került sor. Ugye 3 szegedi edzőm is a Beacnál folytatta a munkát, és úgy gondoltam, hogy én is ide igazolok. Kicsi korom óta foglalkozok velük, és úgy érzem, hogy még rengeteget tudok fejlődni az ő kezük alatt. A múlt nyáron Leila az EOFON bronzérmet szerző, míg az U16-os Európa-bajnokságon 5. záró válogatottban is helyet kapott. Ugyanakkor a pozitív élményekkel teli sűrű időszak után sérülés hátráltatta, ezért nehezen indult a pályafutása a Beac játékosaként. Az szezon elején sajnos sérülés hátráltatta az edzésmunkámat, de ez megoldódott, és azóta 100%-os energiabevetéssel tudok dolgozni. A lányok nagyon segítőkészek voltak, befogadóak voltak, úgyhogy ez is segített nekem. Neki azért egy komoly sérülése volt a válogatott alatt már az EOFON is voltak problémái, és az U16-os válogatott alatt pedig már végig komoly hátfájdalommal küzdött, és mire kiderült, hogy igazából mi is a probléma és mi erre a gyógyír, addig hetek, hónapok teltek el, és utána ugye nyilván mivel ez elhúzódott, a rehabilitáció még hosszabb volt, tehát így neki ez egy hosszabb fázis volt, nem azért, mert új csapat volt, inkább azért, mert az a sérülés keresztül húzta a számításainkat, de utána, hogy fizikálisan már összeszedte magát, és a fájdalom is elmúlt, azért szépen láttuk az előrelépést. Azt nem mondom, hogy most 100%-os a Leila, de nagyon jó úton haladunk a felé. A meccsenként 19,1 pontot átlagoló Drahos Leila mellett Sauter Petra is hasonló terméssel 18,8 ponttal járul hozzá a sikerekhez. Most már azért kezdünk összeállni, szerintem mindenki nagyon keményen dolgozik, és az alapszakaszban is sikerült viszonylag elől végeznünk. Úgy gondolom, hogy ugye a rövidített döntő miatt elég jó esélyeink vannak így a bajnokságban. Szerintem a játékunk egyre jobban kell felgyorsulni, illetve a védekezésre próbálunk koncentrálni. Értszalag szakadás miatt a fiatal bedobónak hozzávetőleg másfél évet kellett kihagynia, majd sérüléséből tavaly nyáron térhetett vissza. Mostanra pedig már újra a legjobb formáját nyújtja. A pontjai mellett meccsenként hozzávetőleg 10 lepattanóval is segíti csapatát. Egy sérülés után elég nehéz a visszarázódás, viszont szerencsére nagyon sok segítséget kaptam itt a Beacban, szóval szerencsésnek mondhatom magam, és én is úgy érzem, hogy kezdem kicsit felvenni újra a ritmust így a játékkal, és a védekezésre próbálok én is koncentrálni. Petrának ez a szezon már teljes volt, neki nagyon nagy segítség volt az, hogy nyáron az EOF csapattal végigcsinálta a felkészülést, annak ellenére, hogy ő nem került be ott a 12 főbe, mindent beleadott és végig dolgozta a nyarat, utána ugye az alapozást is már együtt kezdtük el. Nagyon motivált, nagyon tudatos, és ez látszik is ugye a jelenlegi szereplésén, hogy függetlenül attól, hogy neki majdnem 2 szezon kimaradt, igenis ott akar lenni a legjobbak között, és természetesen a cél a válogatott neki is. A nyári EB-re készülő U16-os válogatottat pedig szövetségi edzőként az a Mészárosné Kovács Andrea irányítja, aki szintén 2022 nyarán érkezett Szegedről a Beachoz, és jelenleg az élvonalbeli felnőtt csapat vezetőedzője, miközben a klub utánpótlásáért is felel szakmai vezetőként. Mondhatnom, hogy egy kicsit második gyermekem a Leila, hisz gyerekkorosztály után Szegeden rögtön a kezeim közé került, nem egyedül dolgoztam természetesen vele, többen dolgoztunk, és már akkor látszott, hogy nagyon nagy a potenciál benne, és azért mindig rajta volt a szemünk, folyamatos presszionálás alatt állt a gyerek, és sokszor lehet, hogy sok volt neki, de ő az, aki bírta, és annyira eltökélt volt a kosárlabda irányában, hogy nemhogy ezt tehernek vette volna, hanem kimondottan igényelte. Szeretném kiemelni a családi hátteret, aki maximálisan mögötte állt és támogatta ebben. Én úgy látom, hogy jó úton járunk. Szívet melengető volt most az utolsó pár mérkőzésén a teljesítménye.
Sauter Petra fejlődését ugyancsak figyelemmel követi a szakvezető. Én láttam a Petrát a sérülése előtt, és láttam ugye után épülgetni. Őneki a mentális felépülése sokkal hosszadalmasabb volt, én úgy gondolom, mint a fizikális. Ami mind a két gyermekben pozitív, én azt gondolom, hogy nem ugrásszerű növekedéseket látunk, hanem egy folyamatos, apró lépésenkénti haladást felfelé, amit én mindig stabilabbnak tartok, és a Petránál is ez a jellemző. Nagyon kiemelném azt, hogy ő tényleg figyel arra, nagyon figyel, és viszont látjuk, amit javítunk őnála bármilyen edzésen, mérkőzésen, látszik nála is az eltökéltség és a tudatosság a kosárlabda irányába.